Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk, a YouTube-on is. Mi indokolja az átállás 2027 végéig? Így szól a mondás. Hát ugye az SAP ezelőtt 2015-ben jelentette be, hogy az S4 HANA az új generációs ERP rendszert ugye elérhetővé teszi. Ugye az R3-as rendszer az még 92 óta volt elérhető a piacon, és ugye az R3-as rendszernek a szaportja az, ami a támogatás, a gyártói támogatása az, ami ki fog futni 2027 év végén. Így akkor mindenkit rákényszerít arra, hogy hopp, döntenetek kell, melyik irány? Ugye van lehetőség 2027 után is ilyen értéknövelt szolgáltatások keretében támogatást kérni. Én azt gondolom, hogy ahogy itt a konferencián is elhangzott, időben el kell kezdeni a tervezést, ezt az S4 transformációt úgy kezelni, mint egy transformáció, tehát nem csak egy verzióváltás, és hogyha így állnak hozzá az ügyfelek, akkor az egy versenyelőnyt, költségcsökkentést, egyéb üzleti előnyöket tudhatnak hozni az ügyfeleknek. Most itt a panel beszélgetésben itt ült a MOL, aki nyilván egy minket hallgató vállalkozásokhoz képest ugye egy, nem tudom, egy másik galaxis, de mondjuk egy közepes vállalkozás, vagy egy kisebb vállalkozásnak, ez mennyi idő, energia? Azt mondtuk meg, ugye a kutatásból is kijött, hogy 2-3 éves elfutása van egy ilyen projekt, azért a kisebb vállalatoknál, akik átállnak, azért ez inkább a fele. Meg hát ugye megint az a kérdés, hogy úgy fogjuk fel, mint egy verzióváltás, vagy mint egy transformáció, hogyha úgy, ahogy mi javasoljuk üzleti transformációként, akkor azt javasoljuk, hogy 3-6 hónapot önmagába töltsünk el a tervezéssel, mert ugye nézzük még a folyamatainkat, nézzük meg, hogy mennyit tud lefedni az SAP a standardek mentén, és akkor úgy fogjunk neki, és lehet, hogy a bevezetés az már nem lesz sok, csak akkor kicsit végig gondoltuk ezt az egész projektet. Mi a legnagyobb előnye majd az új rendszernek? Hát a legnagyobb előnye, hogy azért itt a mesterséges intelligencia ugye egy óriási hype is, és egyben fontos lehetőség itt az új generációs megoldásban. Tehát vannak olyan funkciók, amiket mi beépítettünk, és ezeket igénybe lehet venni. Van egy úgynevezett, mi Zsulnak nevezzük, egy digitális asszisztensünk, oda szeretnénk eljutni, hogy adott esetben az ERP rendszerrel lehessen kommunikálni egy vezetőnek, bekérdezi azt, hogy ilyen-olyan információk mentén mennyi volt a profitja, mennyi volt az árbevétel egy adott vállalatnak, vagy egy adott üzleti szegmensben mennyi eredményt értünk el, és akkor ezt gyakorlatilag vissza tudja adni majd ez a digitális asszisztens. Tehát ebbe az irányba megyünk. A másik oldalán meg hát ugye a standardizáció, tehát hogy ha végigcsináljuk, akkor végig lehet gondolni a folyamatainkat újra, tehát ez egy lehetőség. És hát ugye attól függően, hogyha ebbe a cloudos világba becsatlakozunk, amit mi javaslunk, akkor ott még akár TCO, tehát gyakorlatilag a költségeket, a teljes költségmutatónak a csökkenését is el lehet érni tapasztalataink szerint, meg a visszajelzések alapján. Visszatérünk a cloud kérdésre, de ugye azzal, hogy azok a cégek, akik bevállalják, vagy átállnak, ugye azoknak nem csak a saját maguknak kell ezt megcsinálni, hanem a beszállítóikkal is végig kell csináltatniuk ahhoz, hogy ugye működjön a rendszer, ez különösen a cégeknél. A legkisebbekre is gondoltak, amikor kitalálták a rendszert, hogy azért nekik ne kelljen hónapokat gondolkodni, vagy ott ezt még gyorsabban át lehet állítani. Többségében ugye valóban kis cégekről van szó, akik egy adott terméket szállítanak, mert teszem az bármelyik autóipari vállalathoz. Attól függ, hogy milyen rendszer fut. Tehát a váltirányítás rendszer nem minden pontjával kell összekötni ugye a beszállítóit az adott ügyfélnek. Tehát ha egy olyan rendszer van, aminél szükséges, akár mondjuk egy, nem tudom, beszerzés rendszernél, az jellemző tud lenni, hogy vannak beszállítói ugye az adott ügyfélnek, és ottani kapcsolódások, integrációs pontokat ki kell újra alakítani. Ezekkel számolni kell, de azért ez a teljes transformációhoz képest ez egy elenyésző, tehát kötelező feladat lehet, de nem ez vezérli azért az S4 HANA transformációs átállásokat. Jó, tehát nem kell minden egyes elemét ezt átemelni. Vissza kicsit a cloud kérdésre. Ugye ez a kérdés nem most kezdődött, hanem szerintem egy olyan 6-8 éve volt az, amikor egyáltalán az üzleti szféra elgondolkodott azon, hogy mit enged ki a cloudba, mit nem. Mennyire gyakori, hogy inkább egy privát felhőt alkalmaznak, és mennyi az, amikor pedig beengedik őket, nevezük a közös felhőbe. Mi az látjuk, és ugye az SAP is ebben az irányba ment el, hogy cloud. Tehát ugye iparág is diktál, meg ugye a lehetőségek is, és akkor ennek megvan a előnye biztonság oldalról, megint költség oldalról, ugye elhangzottak ezek a mondások, hogy kevesebb erőforrásra van szükség, tehát ezeken lehet végigmenni, és ezért javasoljuk azt, hogy valamilyen felhőt válasszon az ügyfelünk. Ugye a
privát felhő meg a publikus felhő között azért van különbség, és a mi értelmezésünkben mást jelent ez. Ugye mi a privát felhőt az azt jelenti számunkra, hogy az S4 HANA ERP rendszert, vagy más rendszereket, azt mi valamelyik hyperscale-et választva, tehát gondolok itt Amazon, Google, Microsoft, bármelyeket lehet választani mögé, mint infrastruktúra szolgáltató, és akkor így kitesszük a felhőbe, nyilván attól függ, hogy mi az igény EU-n belül, és akkor tehát ennek megfelelően tudunk működni. Publikus felhőnél, ugye a mi publikus felhőnk az azt jelenti, hogy ez egy más, teljesen más fejlesztetés 4-es rendszer, ott sokkal rigidebb a rendszer, tehát ott a fejlesztést azt egyéb technológiákon a saját, úgy hívjuk, hogy business technology platformon keresztül lehet hozzátenni, de az egy teljesen más szemléletet jelent, tehát ott tudunk lemenni a kisebb vállalatok szintjére, tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen 6-8 milliárdos árbevétel fölött, most már érdemes lehet beszélgettünk S4 publikos verzióra. Tehát, hogy public vagy private, én azt gondolom, hogy azért nagyon nem kell megijedni, ugye a biztonság az biztonság. Én azt gondolom, hogy ha egy infrastruktúra szolgáltatónak a rendszerét feltörik, akkor ott annak sokkal komolyabb következménye lesz, ezt nem engedheti meg magának senki. És hogyha megvan egy kisebb cég, akinek van egy-két szakértője, vagy két IT-sa, ott ez jóval nagyobb a kockát, ugye erre láttunk már példákat is. Most az az új rendszer meddig lesz valid? Ez az új rendszerre büszkék vagyunk, hogy 2040-ig lesz elérhető, tehát addig a gyártói karbantartást azt fogjuk nyújtani, és azt gondolom, ez az iparágban egyedi, teljes mértékben egyedi, úgyhogy aki most vált, vagy aki újonnan beérkezik, az 2040-ig számíthat arra, hogy ez a rendszer ez lesz, tovább lesz fejlesztve, verzióváltások lesznek, ezeket a verzióváltásokat, hogyha cloudon választották a szoftvert, akkor automatikusan végig tudnak menni, nyilván teszteléssel, úgyhogy érdemes ebben az irányba elmenni. 40-ben egy új rendszer? Az jó messze van, az még innen 16 év, nem olyan sok. Hát ugye az R3 az 92, most írunk 2027-et, az ugye az egy kicsivel több. Azért a 2040-et szerintem feltételek kezelni, több dolog miatt is egy önmagában egy ilyen jellegű commitmentet vállalni a cégtől, szerintem az egy nagyon nagy dolog, hogy fog működni az SAP 2040-ben, főleg ebben a gyorsan változó informatikai világban. Úgyhogy én erre koncentrálnék, hogy 2040-ig biztos, az mégiscsak 10-ig szép, és hát ahogy megy előre, akkor meg majd lesznek valószínűleg új verziók, vagy jön a mesterséges intelligencia. Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk, a YouTube-on is.